Nagyon nagy szükségünk van rád, Uram. De te mondtad, hogy aki segítségül hívja a te neved, az megtartatik. És ma ezen a délutánon segítségül hívjuk a te neved. Uram, te tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Amikor a földön jártál, a bűnöket megbocsájtottad. A betegeket meggyógyítottad a foglyokat megszabadítottad, azt kérjük, ma is tedd közöttünk. Vannak betegek, vannak foglyok, vannak bűnösök. Avatkozz be, Uram! És most név szerint is imádkozok a kedves barátunkért, kollégámért, Obaciu pastorel, Doamne Iisuse În numele Tău Venim în fața Ta pentru Fratele nostru Baciu, Cărui trup este Atacat de cerău. rău Iisuse Hristos Tu nu te-ai schimbat Și în numele Domnului Iisus Hristos Iau autoritate și zdrobesc toate putere satanice care au venit peste trupul lui. Magia neagră, puterea morții, blestemele, o zdrobesc în numele Domnului Isus Hristos și pleacă din trupul lui. În numele Domnului Isus Hristos, fii liber, fii sănătos. În numele Domnului Isus Hristos, puterea Duhului Sfânt să vină peste tine să te temăduiască 100% în numele Domnului Isus Hristos. Fii liber, fii sănătos, fii puternic, fii uns în puterea Duhului Sfânt, în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Amin. Aleluia, Dio che noi tappiamo Mondjad el a szomszédodnak a Jézus Krisztus tegnap ma, és örökké ugyanaz. Ő az, aki meggyógyít, ő az, aki megszabadít, ma is. Ha van itt valaki beteg melletted, akkor kéred, hogy imádkozzál, értem, most tedd a kezeded rám, mert itt van az Úr, de a kezeden keresztül gyógyít. Ki kell mondani, azt mondja, hogy aki hisz, és azt mondod a hegynek, hogy menj el, el fog menni. Úgyhogy ön közben én is imádkozok most, Atyám, az Úr Jézus nevében, azokért imádkozok, akik itt a teremben vannak, vagy talán még az internet előtt vannak, és betegek, drága szent szellem, köszönjük, hogy Te pont olyan formában vagy. Mi pedig szabadon fogunk téged, Uram, mert azt mondja te beszéded, hogy az ő sebeiben mi meggyógyultunk ezt felvitted a keresztre, ezért nem fogjuk hordozni a betegségnek semmilyen formáját, hanem akik most itt vannak, az Úrnak a gyógyító ereje, szálljon rád, gyógyulj el meg, tapasztald meg, hogy Jézus Krisztus él, csodákat tesz ma itt közöttünk. Istennek az ereje járja át a testedet. Ha valaki pedig az internet előtt van, a bácsú barátomért külön imádkozok, és magyarul is megtörök minden gonosz átkot az életed fölött. Boszorkányságot, fekete mágyad, átkokat, amit kimondtak az életedre, egészségedre. Parancsolom neked, hogy hagyd el! Légy egészséges az Úr Jézus nevében, mert nem a sír, nem a halál dicséri az Urat, hanem aki él, mint ma mi, dicsérjük az Urat, mostantól fogva, mindenöké. Halleluja! 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 Nagy erő van a Jézus nevében! Nagy erő van a Jézus nevében! Kiáltsuk együtt Jézus! Dios szabadító! Ő a gyógyító Halleluja! 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 És mielőtt helyet foglalnátok, még mondjuk el egymásnak a 5 Mózes 28, első 13 versét. Kérlek, hogy keres valakit, akinek jót akarsz ma, mert rá, fogjuk kérni az Úrnak ezt a csodálatos áldását, és hiszi, én hiszem, hogy meg is fogja az áldás. Akinek pedig nincsen ott a párja, azért most én így imádkozok felemelt kézzel. És mondjad velem együtt, mert szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. Megtartod, teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket az Úr parancsol ma neked, akkor a fölnek minden népénél feje valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. szállnak mind az áldások, és megtérsednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, áldott leszel a mezőben, áldott lesz a te méhednek gyümölcse, áldott lesz a te földednek gyümölcse, a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása a te jóhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarod, áldott lesz a te sütőteknőd, áldott leszel bejöttödbe, áldott leszel kimentedben. Az Úr megszaladja előtted a te ellenségeidet, akik kreát támadnak, egyúton jönnek ki rád, hét úton futnak el előled. Áldás parancsol melléd az Úr a te csűreidben, és mindenben, amire ráteszed a kezedet, megáll téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, és felkészít téged magának szent népé, amiképpen megesküt neked. Ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő utaén jársz, és megírti majd a Földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled, és bővölködővé tesz téged az Úr minden jobban, a te méhednek gyümölcsébe, a te barmodnak gyümölcsébe, a te földednek gyümölcsébe, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy neked adja az. Megnyitja neked az Úr az ő a kincses házát az eget hogy esőt adjon a te földednek, alkalmas időbe, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsön adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt, és fejét téged az Úr, és nem farkám, és mindinkább fejebb való leszel, nem alávaló, ha, mert hallgatsz az Úrnak a te Istenednek parancsolatára, amelyet az Úr parancsolt ma neked, hogy tartsd meg, és teljesítsd azokat. Ámen, ámen, ámen. Kérlek, hogy most köszöntsétek így egymást, és keres legalább két olyan szemét, akinek ma még nem köszöntél, és neki is köszönjél. És mondjad, hogy milyen jó, hogy itt vagy. Jöjjék! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és egy nagy tapsot adjunk azoknak, akik az internet előtt vannak, és követnek bennünket, sőt, Külön köszöntjük azokat, akik az Ige Rádión keresztül hallgatják az Isten tiszteletünket, őket is Isten áldását e, e, a vegyek körül. Most pedig szeretnék egy néhány hirdetni valót elmondani, majd később pedig e, egy nagyszerű üzenetet szeretnék elmondani nektek, hiszem, hogy nagy áldás tesz nektek is. Először is szeretném a figyelmetek ajánlani a Szentírást. Nagyon szép karácsonyi ajándék a Biblia és hála Istennek, hogy lehet kapni. Valamikor nagyon nagy dolog volt, hogy kaptál Bibliát, vagy volt Bibliád, nem volt egyszerű, de most hála Istennek van, és gyönyörű kötésekbe lehet van venni, és ha véletlenül nem lenne a pultnál, lehet rendelni. És Derepriznek az eredményes bőtről szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt a kis könyvecskét. Ez azért nagyon jó, mert minden szerdán és az egészen, e, e, egészen, december 15 ig fog tartani ez a kampány. Az ünnepek alatt e, hagyjuk a egyetek jól. E, e, arra kérlek, hogy aki csak teheti, kapcsolódjon be, mert hiszek az ima és a bőjtek az erejében. Azt mondja Jézus, hogy van olyan, ami csak a bőttel és az imával oldható meg. Van olyan, hogy imádkozol egy dologért és összejön, és van, hogy imádkozol és nem elég. Érzed, hogy még nagyobb áttörésre van szükség. Lehet a családodban, lehet az anyagi, lehet a kapcsolatokban, és e, úgy érzem, hogy az Úr több áldást akar e, készíteni nekünk, mint amennyit most eddig átvettünk. De vannak falak, és ezt az egyik e, csodálatos eszköze erre a, Bibli, a Biblia szerint a bőjt, és ajánlom a figyelmetekben, Úgyhogy minden szerdán eh, eh, addig eh, talán 5-6 hét van, nem tudom mennyi 7 van már, jó hónap, elrepült ez az év is, repülnek az évek. Szerencsére örök életünk van, másképp nagyon nagy bajban lennénk. Halleluja. Most pedig szeretném, ha kinyitnánk a Bibliákat közösen János evangélium a második részéhez, az első tíz verset olvasnám fel. Egy csodálatos történet, nagyon eh, sokszor már beszéltünk róla, de ma úgy érzem, hogy az úrnak ez az üzenete hozzánk. János Evangélium második rész, első vesző. Csabát pedig köszöntsük, most volt a születésnapja, tapsoljuk meg. Csizmál Csabát. Tudjátok, mennyit köszönhetek Csizmár Csabátnak nem lát, minden interneten, amit láttok, de akik ott vagytok most az interneten, csak sajátok meg, mert nem, nélküle nem néznétek. Köszönjük a szolgálatodat, és az úr áldja meg a családodat, jó egészséget, hosszú életet adjon neked, fel, családod, szereteid körében. János 2, egyet olvasom. De aki még valakinek van születésnapja, azt is áldja meg az úr, nem mindenkinek tudom. Az igazság az, hogy Csabának is csak azért tudom, mert sugott a, a, a Facebook. De az úr áldja meg mindannyiatokat hosszú élettel és jó egészségem. És harmadnapon mennyegzől ön a Galélei Kánában, és ott volt a Jézus anyja, és Jézus is meghívotték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, Jézus anyja mondta neki, nincs boruk, mondta neki Jézus, miközben neked te hozzádó asszony nem jött még el az én órám. Mondd az anyja az ő szol, a szolgáknak. Valamit mond, megtegyétek. Van a pedig ott hat kőveder elhelyez a zsidók tisztálkodási módja szerint, amely közül egybe-egybe két-három méter fél. Mondd nekik, Jézus, töltsétek meg a vedeket vízzel, és megtöltik azokat színi. És mondd nekik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megízdeli a nászt, hogy a borán lett vizet, és nem tudja valahonnén van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik, szólít a nászt, a vőlegén, és mondta neki, minden ember a jobb bort adja fel először. És mikor megítasodtak, akkor az alábalod. Te a jobbort ekkora tartottad? az első jelt a Galilei kánába tevé Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Ámen, ámen. Kezdjük az utolsó vers elemzésével. Azt mondja az ige, hogy ez volt az első dolog, első jel, első csoda, amit Jézus itt a Földön tett. Képzeljétek el, milyen nagy jelentősége van. Tudod miért? Mert az Úrnak szívügye, hogy boldog légy. Az Úrnak szívügye, hogy legyen borod. A Bibliában a bor az örömöt képviseli. Nagyon sajnálatos dolog, hogy az egyházakból az évszázadok alatt valahogy úgy elpárolgott a bor, az öröm, mint a szesz lett, tényleg van benne szesz. És ha tudod, mikor a bor megromlik, valami más marad. Ecet. És hogyha nincs az egy kereszténynek öröme, olyan, mint a ecette keresztelték volna még. Olyan savanyú népséget a Földön nem kap sehol, mint a vallásos embereknél. De ne menjünk nagyon messze, nem kell a szomszédba menni, elég a tűkör elé menni. Tudd meg, vagy borral vagy teli, vagy ecettel. Vagy örvendező keresztén vagy, vagy besavanyodott olyan, hogy a sósú burkát veled lehet savanyítani. Annyira fontos volt Jézusnak, hogy ezt a csodát tegye. Ha engem kérdeztek volna meg, én biztos feltámasztottam volna egy halottat, vagy egy vakot meggyógyítani, valami nagy komoly dolgot. De tudd meg, hogy az Úrnak szívügye, hogy a keresztény emberek boldogok legyenek. Hogy örvendező keresztény egy Mondjad a szomszédodnak az Isten akarata, hogy örvendező keresztény légy kicsit látod, hogy mogorván válaszolt a szomszédod, akkor mondd el még egyszer neki. Az Isten akarata, hogy örvendező ember légy. Ez egy profétikus történet, ez nem csupán egy történet a Bibliában. Minden történetnek van jelentősége, de nagyon részletesen van feljezve. Ugyanakkor ez a történet azt is megmutatja nekünk, hogy hogy lehet örvendező ember és már erről szeretnék beszélni, hogy az Isten akarata, hogy görvendező legyünk, és azt is megmutatja ez a történet, hogy hogyan lehetünk örvendező emberek. Nem tudom, hogy érdekel-e valakit. Mert sokszor a, a, a megmagyarázza az ember, nekem annyi problémám van, pásztor. De a Bibliában van egy olyan gyülekezet, a makedóni gyülekezet, akiről az van fejegyezve, hogy nagyon sok nyomorúsága volt, és mégis boldogok voltak. Az olyan a nyomorúságok, a sok nyomorúságok közepette is bőséges volt az örömük. Valamit tudtak, amit a mai élő ember közül kevesen. Ma tudunk igazolást adni és magyarázatot. Olyan ügyvéd nincs, senki mi saját magának. Azt is megmagyarázzuk, hogy miért van, és miért süt a nap, miért vagyunk szomorúak, miért vagyunk vidámak. Mindent meg tudunk magyarázni, de nem megmagyarázni kell, megváltozni kell. Tudod, mit kell, hogy bőséges legyen az örömünk? A legnagyobb rákfené a házasságoknak, tudod mi? Az öröm hiánya. Elvehetted a leggyönyörűbb nőt a világon. A magorva bosorog vagy, előbb-utóbb azért imádkozik, hogy vigyél le, Jézus, úgy mennék hozzád, mint az a vintrotyival ülnék itt együtt. De némely férfi szerintem így imádkozik, vigyél el, Uram, mert a vadmacskák hozzám képest szerint báránykák, mint az én drága feleségem. Pedig valamikor gyönyörű volt, fiatal volt, vidám volt. Úgyhogy nem kell nagyon a szomszédba menjünk, mi is tudunk nagyon sokszor szomorkodni, keseregni, és a keserőség megváltoztat. Brutálissát ez, undorító, úgy vagy normális, ha vidám vagy. Úgy vagy vagány ember, ha boldog vagy. Akkor lehet veled viccelni. Tudjátok, mit figyeltem meg? Ritka az a prédikáció, hogyha viccet mondok, hogy ne kapjak a viccér a fejemre. Mi nem dolog? Én komoly dolog mellett? Még viccet mond, hallgass meg! Elmondom neked, hogy a vidám elme az orvosság. Én ezt az antibiotikumot szeretem. Bárcsak egy minden nap nevetnénk. És neked is azt ha Ahelyett, hogy kritizáljad a házastársadat, küldj egy anyós viccet neki. Előbb utóbb az lesz. Ha nem, akkor gondolj, gondolj a drága jó anyádra, és küldj egy másik viccet neki légy nyugodt, ő is fog neked visszaküldeni, és képzeld el, mikor egy családon belül az a verseny indul meg, hogy küld jobb viccet. Nem jobb. Mint azt mondani, nem jól csináltad azt, nem azt. Még el se kezdett jól a házasság, egyszer csak hallott, hogy húzzák a harangot, és viszik a temetőbe. Ja, drága, jó, legjobb! Tudod, milyen gyorsan eltennek az évek? Ezt komolyan mondom, itt van -e egy pár, akik eh, idősebbek vagytok, de kevesen, azt hiszem nem sokan vagytok, akik eh, idős házasok vagytok, mint mi. De sokszor elbeszélgettünk a feleségemmel, és kérdezem, te, 42 évet töltöttünk eh, augusztusban. Hogy vajon őszintén mennyinek tűnik, de komolyan mondom, három-négy évnek tűnik. Így, igen, ilyen rövid az élet. Minden mehetek nyugdíjból. Most, hát az, nálunk, az már öreg volt ember, aki ilyen öreg volt mindig. <laughs> Papok nem mennek nyugdíjba? Nem készülök, nem az én mondtam. Hm. Csak mondom, hogy, hogy becsüld meg azt, hogy élsz. Becsüld meg azt, hogy együtt vagy. Le, mert amíg vidám vagy, addig élsz. Amikor keserőd, azon nap ki van vágva. És mindig van okod örülni, és mindig van Servus, salut, és salut. Mindig van okod örülni, és mindig van okod keseregni is. Te döntöd el, melyiknek adsz hitelt. Ez a történet arról beszél, és azért van fejezve, mert az Úr akarata az, hogy boldog, vidám ember legyél. Úgy a nyomorosságok közepette. A Biblia beszéle arról, hogy mi egy mennyegzőre vagyunk hivatalosak? A kereszténységről és az egyházról sokféle kép van. Az egyházról is beszél úgy az igen mint ház, mint bárka, mint nyáj, mint harcos sereg, de beszél úgy is, mint mennyegző. Amikor az urnán leszünk, mi egy hatalmas, nagy buriba készülünk. Most van a sminkelés korszaka. Most készülünk arra a csodálatos napra, amikor színről színre, de már most is jegyesei vagyunk az Úrnak. Na már most, hogyha egy jegyes ne elkeseredik, szomorú, könnyen úgy jár, mi Jákob, kinéztve magának rákelt, és megkapta lehet. Vagy amikor az Úr visszajön, szervusz István, örülök, hogy itt vagy, jól vagy? Hála Istennek. Amikor visszajön, mit fog mondani mint Jákob? Jó, hát én nem ilyen mennyasszonyra gondoltam. Az úgy énekelt, úgy dicsért az Úr, de közben pedig Isten akar, hogy felkészített, fel, ragyogó emberek legyünk és hidd el, ez az Isten akarata. Nézzük meg ezt a történetet akkor egy kicsit e, e Miért fontos ez a, 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 a is, e, ben, is, is, készülni? Te láttál a mennyegzőt, hogy ne készüljenek rá? Nem mondja a mennyasszony, te drágám. Az igazság az, hogy anyám nem kapta meg a nyugdíj, nem tudtam megmozdani ezért a hajam koszos, kócos, ez a ru ruhám van, meglátja a vőlegény, elmegy a szomszédközségbe. Nem. Akármilyen szegény, nézd be, bármilyen filmet, távol kelettől kínáig, mindenütt. Mikor esküvő van, minden meg, mindent beletesznek, hogy a legjobb legyen. És miért? Aki várja az urat, és hiszi, hogy ő menyegzőre készül, az készül. Ez motivál bennünket abban, hogy megtisztuljunk és szentelődjünk. Nem az, hogy na meg hívő lettél, te is, akkor neked ez se szabad, az se szabad. Hanem az motivál, hogy találkozok az úrral, és kedveskedek neki, azt se tudom, mit csinálja, mert jön vissza az úr. És amikor meglát, akkor azt tudja mondani, hogy Agány vagy fiú. Ezt vártam tőled, de örülök, hogy itt vagy. A, 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 mennyegző az mindig korszakváltás. A várakozásból az örvendezés lesz. Na de van egy fontos a Bibliában, ez Kán Kánába történt. És ez azért érdekes, mert Kána azt jelenti, hogy nádas. Mi egy olyan földön vagyunk, ami teli van náddal. Te is egy nácál vagy, és én is. Az a nácál, ami szúr is, Bizonytalan is, ingadozó is, én az ember. néha azt gondoljuk, mint Dávid, azt gondoltam jó állapotunkban, nem rendülhetek meg, soha. Még Szent Péter is mondta, uram, ha ezek mind elhagynak, ez logikus, hát én ismerem Tamást is, Másikat is, de én soha. És ő hasalt a legnagyobbat mert nátszálak vagyunk. Igazából a mi erőnk az kevés. De történt valami. Jézus eljön Kánába, és minden megváltozik. Akkor már nem a nád dominál, hanem Jézus dominál Kánába. Amikor bejön az életedben, a nádszál természetet hátraszorul, és az ő kőszikla kemény természete, krisztusi természet fog dominálni. De van egy jó hírem hozzád, és ahhoz is, aki az interneten vagy most, hogyha náccál vagy abból a töredezőből, még akkor sem vet meg az Isten. Mert ő a megrepedt nátszálat nem törje el. Dicsőség az Úrnak, adjunk az Úrnak egy tapcsot! Mert mi is voltunk töredezett náccálak! Nem dobott ki! Nem taposott el! hanem eljött hozzánk Kánába, erre a földre, ami teli van nátszállal, hogy segítsen rajtunk. Tudod miért? Mert Kánában van egy jellegzetessége, hogy elfogy a bor. Ez a föld, amelyen élünk, erről jellemző, hogy a öröm fogytán van. Fogy, fogy, fogy. Az egészség fogy, az öröm fogy, a bor fogy. Ez a kánának a jellemzetessége. De Jézus nem kerülte ki. Jézus pedig mit csinált? Megfordította a trendet. Nem elfogyott a bor, hanem finomabb bor lett a végére. Nagyobb öröm van az úrnál, mert az úrnak van öröme a te számodra. Lehet, hogy elfogyott a természetes szinten az örömed, de az úr tartogat valami kitűnő, csodálatos örömet az életedben. És azt látjuk, hogy Mária, aki az egyháznak a képviselője, akcióba lép. És rögtön szól Jézus! drága a fiam! bajba vannak a kánaiak! Elfogyott a boruk! És sokszor a keresztények körülbelül itt meg is állnak. Látja, hogy nem ilyen szomorú, Ja, az még ilyen, az harmadik olyan. De ennél sokkal többre vagy elhívva, mint megállapít, hogy valakinek elfogyott a bora. Nem elég csak azt mondani, hogy elfogyott a borunk, hát akkor menjünk haza a mulatságból. És sokszor a hölgyek, mindegy Mária is, és az az egyháza is jellemző, nagyon hamar észreveszik, ha hiányzik a bor. Nem figyelted, hogy sokkal érzékenyebb vagy most, mint mikor nem voltál keresztény. Amikor nem voltál keresztény, nem voltál annyira érzékeny, van örömed, vagy mérges voltál, oda vágtál valamit a földhöz, kicsit megnyugodtál, esetleg agyonverték két embert, akkor pláne megnyugodtál. De most érzékenyebb vagy. Az egyház észreveszi, nagyon érzékeny. Mert szenvedünk az ukrán háború miatt, szenvedünk izraeli háború miatt, szenvedünk a szegénység miatt, a korrupció miatt, nem kell mondanom, hogy mi van itt enn, abban az országban, és ezért is szenvedünk. De ennek ellenére a mi dolgunk, hogy örvendező emberek legyünk. És ez a történet azért zseniális, mert rávezet bennünket, hogy hogyan lehetünk nagyon-nagyon teli örömmel. És figyeld meg, Jézus mit válaszol annak az a hölgynek, az anyjának, aki szól, hogy nincs boruk. Mi neked, te hozzádó asszony? Csú, barát. Ma, ha valaki így válaszolna, fogna magát, na én ebbe a gyűvébe sem megyek többet. Megsértődtem. De az a helyzet, drága barátaim, aki ezt a vizsgát nem bírja ki, abból soha nem lesz boldog ember. Hány ember, aki fogta volna magát és hazafutott volna? Miközöm hozzád, ó asszony, nem azt a drága édesanyám, ahol kedves tőled, hogy te szóltál, de most még nem tudok szolgálni, hanem azt mondja neki, hogy asszony, miközöm nekem hozzád. Tudod miért? Ez egy vizsga. Mikor megsért valaki, Áldja meg téged az úr. Örülök, hogy látlak. De nem leszek kedden. Itt máshol leszek. De leszek az úrban. Csak nem ott, ahol te akarod. Mondom, nyugodj el De nézzem, hogy belezavarodtam ember a prédikációban. Te látok, nézzek, zavarodok bele. de van. Megvan. Amikor. Isten jelenlétében, vagy nem azt jelenti, hogy nem fognak élni sértések. Ne gondoljátok, hogy fel vagyunk mentve. Ne akarjunk olyan gyülekezetben járni, ahol nem érnek sértések, ah ahol a Jézus járott érnek sértések. Nem azért, mert akar sérteni, hanem azért, mert levizsgázol. Akarod az örömet, vagy akarod az önérzetedet? Azt mondja nekem a fiam, hogy azt mondja. Nem elég, hogy kinesz hónapot kilottam vele valaki kihorta, felnevelte, és köszönöm szépen az egy asszon. Mi közöm hozzá? Na azt igen, barát. Tudatosan Isten levizsgáztad. Mert addig, amíg az ember nem tér meg az érzékeny, sértődékeny, hímes tojás jelleméből, nem tud örvendező ember lenni. És ez a csodálatos teszt a gyülekezetben zseniális helyszín. Eljössz, valakinek mindig adódik egy ilyen ajándéka, aki elmondja, hogy ó, ember, mi közöm hozzád. Ó, az, hogy mi közünk hozzád. Ezt Jézus mondta, és ő nem túlzott, ő nem tévedett, ő perfekt. Az, hogy mi elvárnád, hogy az Úr vigasztaljon meg. Amielőtt előtt megvigasztal az Úr, először akaratja, hogy az óember megtérjen. Nem azért jön az Úr, hogy az óemberünk elhízzon. Halleluja! Tudjátok a viccet, elmegy egy e, pásztorhoz egy amerikai képviselő, és mondja, bemutatkozik, hogy én ennek az államnak vagyok a képviselő, elmondja nekem, pásztor, foglal a helyet de valahogy nincs meg elégedve a... Még egyszer elmondja, hogy de ő egy ország, egy, egy államnak a képviselő, akkor jön két helyre, na, hogy Az óembernek nem meghízni kell, hanem azt mondja, hogy igen, neki növekedni, nekem pedig alábszállni. Amíg ezt a leckét nem tanuljuk meg, nincs örvendező keresztény. Mert akkor egyszer megsért egy ember, aztán megsért más. Van, aki egész életébe elsősegély nyújtással kell járon a zsebébe, mert mikor itt szúrnak meg, mikor ott szúrnak meg. Hát én nem is értem ezt az egész gyülekezetet, egyszer nem kapok kert, máskor nincs parkoló. Máskor olyan hangos az a dicséret, hogy ezt nem lehet kivírni, ha jobb legyen, még füstölnek, és ezek mind az ortodox pópák! Borzasztó! Engedd a keresztre a testedet, az óemberedet. Meg kell halni. Itt nem csak megvigasztal az Úr, meg akar tölteni örömmel, de mielőtt megtölt, megnéz az edényt. Meg lehet tölteni? Hát egy szitát töltsél meg. De jól vizsgázott Mária. Nem mondta én, melyek haza. Melyek Józsihoz vissza? Elmondom. Akkora kudarcunk van ezzel a Jézussal. Én nem tudom, biztos ő nevelte ilyen faragatlan, nem fejezett, de egy borzasztó, borzasztó. Józsi, a te fiad, te nevelted, látszik, pont olyan, mint te. Faragatlan, durva. Tudjátok, amikor rossz a másik, akkor mindig a másikra hasonlít. Azért szép, mert áthasonlít, és okos, mert áthasonlít, de a hibáját az másiktól örökölte. Nem ezt választotta Mária. Ne a sértődést válasz. Mondjad a szomszédodnak, soha ne a sértődést válasz. Soha. 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 Hanem net tudod, mit csinált helyette? Szolgált. Akkor azt mondta, a fiúk, Jézus erre azt mondja, nem jött még el az órám. az meg ember. De ezek szerint az örvendezés, amikor betölt az Úr örömmel, annak van egy időpontja, amit a mennybe döntenek el. Miután nem vizsgáztunk. És majd megmutatom nektek, még vannak feltételek. Mikor azt megtal, az átmentél a vizsgán, azután enged neked. Igazából én meg is szeretnélek kérdezni egyáltalán, te akarod, hogy az örvendező ember legyél? Mert azt látjuk, hogy némely ember örvendező, de a kérdés az, hogy kész vagyunk-e az árát is megfizetni. A feltételeket is készek vagyunk-e betölteni. És Mária pedig azt elkezdett szolgálni. És azt mondta, fiúk, nem úgy mondtam, nagyon megsértett a fiam, de valahogy túlélem, de, de mégis azért hallgassatok rá, mert most furcsán viselkedik, de azért ne! Nem kellett lelki segélyt nem kellett egy nyugtatót adni neki, hanem azt mondja, amit mond, megtegyétek. Mert az öröm helyreállításának van időpontja, tudjad, mert van az ígében, a példabeszédekben egy olyan hely, ahol azt mondja, hogy ideje van a sírásnak, és ideje az örömnek. Minden embernek van ideje, amikor bőgni kell. neked is jut, nekem is jut. És ha még nem, itt, nem Bögtél eleget, légy nyugodt az életbe, addig, míg élsz, még lesz lehetőséged. Mindenkinek jut. Én még nem ismerek olyan embert, akinek az életében nem lenne ilyen fejezet. És a kereszténység nem azt jelenti, hogy há, nem, mi felmegyünk a felhőkön, a tízezer mögött, a repülőjártatok, kinézel a repülőből, érzésed van, hogy ki lehetne lépni. Hát nem igaz, hogy nem bírnám meg engemet, még nem bír meg. Nem ez a keresztény élet. A keresztény életben van sírás is. Van fájdalom is. És azt is ki kell, el kell hordozni. Méltóság teljesen. Soha ne légy irégy, ha látod, hogy másik né, milyen boldog, és évként bőgjek a zsebkedőt, mert elfogytak. Kérje kölcsön, most divat hogy hogy papír zsebkendő van. Régen kellett mosni, akkor nem volt annyira diat, nem adod a zsebkendődet. Mert lehet, hogy a testvér a sírás korszakán túl van. De még nem vagy túl. Ő kifizette az örömének az árat, Lehet, hogy még te nem. Lehet, hogy még te az a fajzat vagy, hogy kicsit megsértenek. Futás az a gyűlébe. Mi van? Puff. Puf, Ugyan már kiment a gőzös, úgyhogy tényleg valami pótolni kell. De eljön, van egy jó hírem, eljön a te időt. Magyar a szomszédodnak, ha most sírnod is kell, tudd meg, eljön az örvendezés ideje. Eljön az örvendezés ideje. Mert van, azt mondja az így, hogy van ideje az örömnek. A, a, a helyzet az, hogy ezt nem én állítom magamnak, de te se állítod magadnak. Ezt máshol állítják. El kell fogadnunk, és ha sírnunk kell, az méltóság teljesen kell. Uram, segíts át ezen a. Hát olvassuk jobb könyvét, ha hát nem lehet kitépni azt a könyvet. Amikor vidám ember vagy, és jókedvű vagy, és a jó könyvéhez jutsz, gondolom, mint én, legalábbis fiatalon, megmondom nektek, meg hogy olvastam. Tör. <tör> Fú, túl vagyok rajta, jó. De volt olyan nap az életemben? Melyik könyvet kerestem ki, a jobb könyvét? És olvastam, minden szó nekem szólt. Ja. Tényleg. Hát pont én is az a begyek át. Van jobb könyve az életedbe, tudjad. Neked is van. Nekem is van. Csak abba tudunk bízni, hogy ha jól átvizsgáztunk, akkor már lapoznak. De mindenkinek van. Az örvendezés az nem azt jelenti, hogy nincsen, azt mondja Bibi a Makedon gyülekezetnek, hogy a nyomorúságok közepette. Tehát az, hogy nem volt semmi problémájuk és tudtak vigyorognátok, az már, aki akkor se tud, az már ő gyerek. De nyomorúság között boldog, vidám legyél, az már egy kuriózó. És te egy kuriózó vagy, mert benned lakik Krisztus. Na, de menjünk a, történet, a történetnek a folytatására. Jézus azt mondja, hogy az alcony azt mondja, hogy valamit mond nektek, megtegyétek. És ez az öröm titka. Az öröm titka az engedelmes kereszténység, az engedelmesség. Bármilyen komplikált, döntsd el, hogy amit az ige mond, megteszed. Elkezdesz, engem, ha engedelmes keresztény leszel, nem úszod meg, hogy ne legyél örvendeződ. Csak annyit mondott Mária, tegyétek meg, amit mond, erre ő minden. Ő nem tudhatta, hogy hogy oldja meg Jézus, de egyet tudott, hogy merre szoldva. Mert Jézus azért jött Kánába, hogy megoldja a te problémádat. Azért jött ide, hogy téged, neked a, a napod megváltozzon. Hogy a, a, a korszak megváltozzon az életedben. Elég volt a szomorúságból. Isten akarata, hogy az örvendezés ideje eljön az életedbe. De nézzétek meg, mit mond amit mond, azt megteszed. Hidd el, korszakváltást hoz az életedbe, ezt megérted. Talán még egy kérdést hadd tegyek fel. Mit akarsz jobban? Az örömöd vagy az igazadat? Mert mind a kettőt egyszerre nem tudod. Válasz, az örömödet akarod, vagy az igazadat? Mert nem arra tanította Mária, ne hagyjátok magatokat! Igazad van! Hanem választanunk kell gyakran. Házasságban is. Öröm kell, vagy az igazad? Szerintem melyik jobb? Választhatok. Az öröm kell, vagy igazam van? Tudjátok, hogy az igazunkkal mire jutunk? Mert akinek igaza van, mi jár? Csak. Megéri? Nem éri meg. Van az zsidókhoz itt levélben egy csodálatos ége, mondja, hogy szeretted az igazságot, gyűlölted a hamiságot, ezért felkentéged az úr az örömnek az olajával a te társaid felett. Csodálatos ég az örömnek a titkáról. E, mivel kezdődik? Szeretted az igazságot, de nem azt mondja, hogy szereted az igazadat. Megnéztem, hogy milyen e szó szerepel eredetében, tudjátok, melyik szó szerepel itt? A megigazulás. Hogy szereted a meg, hogy Isten neked meg téged megváltoztasson, megtisztítson, megigazítson. Ha ezt szereted, ezzel kezdődik. Kettő, gyűlöd a bűnt. Három, az eredménye lesz, hogy felkent téged az Úr. Embereket be lehet csapni, ehhez a gyűlibe vágod, hogy menjen, vagy a diszkósan akarod vágni, így vágod, te dolgod, át lehet venni, pláne fél homályban ki látja, hogy, hogy énekez. De az Isten soha nem tudjuk elvenni. Ő látja, hogy az igazamat szeretem, vagy az igazságot szeretem. Jézus Krisztus maga úgy mutatkozik, hogy vagy én vagyok az igazság. És véletlenül sem a te neved, nem azt mondja, hogy Marika az igazság, Palik az igazság, hanem Jézus az igazság. Mondjad velem együtt, Jézus az igazság. Az öröm az egy következmény, az egy ajándék, hogyha a feltételeket megtesszük, Isten meg fogja tenni. Sőt, még egy kis kiegészítő is van egy olyannal, hogy a te társaid felett, tehát a családod felett a barátaid fele, csak nézzük, hogy ez hát milyen vidám ember. Milyen jól megy neki. Nem mondták neked soha, milyen jól megy neked. Mert azt gondolják, hogy te azért vagy te örvedező ember, mert nincs problémád. Lehet, hogy több van, mint neki. Csak a te társait fölé emel Isten. Ezt az, ezt az ígét olvastuk, hogy és fejét tesz az Úr, felemel az Úr, mert Isten tud felemelni abban a körülményben is vagy. A társait fölé emel az Isten az örömnek az olajával, mert az öröm az felemel. De még egy ígét hadd mutatjak, mutassak nektek. Azt mondja a Zsoltárokban, az 16. Zsoltárban, te tanítasz engem az élet ösvényére, és teljes öröm van te nálad. Teljes öröm. Ez azt jelenti, hogy fel tud tölteni, hogy repedsz szét az örömtől, ragyogsz az örömtől. Nem azt írja, hogy a férjet kell öröm, örvendezővé tegyen, boldogát tegyen. Hát egy kánai, a, a kánában az egyik szerencsétlen nem tud segíteni a másik szerencsétlennek. Elfogyott a borod, neked is, nekem is ember. Adjál. Hát honnan adjak el, mert nekem sincs. Emberek nem tudnak segíteni, a férj nem tud boldogát tenni. A feleséget nem tud boldogát tenni. Ha mond egy jó viccet, van egy fél órát csendes, aztán egy hónap háború. Az elején nagyjából ez az arány, aztán utána hogy kicsit megváltozik. De nem könnyű, nem a boldogságunk forrása, az Isten. Azt mondja, te, Dávidnak ez volt a titka. Kevés emberről olvasunk, annyit szenvedett volna ártatlanul, mint Dávid. Körülbelül 15 éven át ártatlanul kergették, mindez zergét. Nagyon sokszor éjszaka aludt, kint a szabadba, nézte, elkapnak, nem kapnak el. És nem úgy volt, hogy szív nagyobb kapott, dobogott a szíve, mikor az oroszlánok kergetnék, mikor a medvék, mikor Saul. Hanem azt mondja, teljes öröm van te nálat mikor kergették, írt egy, egy Zsoltárt. Egy Zsoltárt nem találsz a Bibliában, ami depressziós lett volna. Nem mondod, hogy most. Annyi ellensége van, a, a, van, pedig még van, én nem vagyok kopac. De borzasztó, meguntam az egészet, bár nekem fel van az Isten engem, és mennyi nyomorúságom van. Olvasztok ilyen Zsoltár? nem azt mondja, áldjad én az Urat, és el ne feledkezni semmi jó tételményéről. 34. Zsoltár, tudod mikor írta ő? Mikor Saul majdnem megfogta, elmenekült uh, a filiszteusokhoz. Milyen királyhoz? Ákishoz. Ákis pedig azt mondja, te ez nem Dávid, aki góliátod meg, hát hogy mindjárt lebukik. És akkor nem volt mit csinálni, hamar átkapcsolt bolondra, folyt a nyállam, tette magát hülyének. Képzeld el ebben a hülyéskedő állapotában megírja a 34. az egyik legszebb Zsoltár a Bibliában. És tette magát, hogy fél hülye. Annyira, hogy azt mondták, és ez hűkölködök, bolondok, de ilyen hülyét hoztak nekem. Na, akkor azt mondja, vigyétek, és így szabadult meg. Ebben a legsújtottabb állapotban és csönyörű zsoltárokat tudod, mert teljes öröm van nálad. Ne anyudat várt, hogy végazta, ne apukádat. Ha félelettől várod, akkor nagyon rossz kopogtad. legtöbb ember még soványabbul áll az örömmel, mint te. És akkor mit adjon egy ember? Ecetet, ami maradt. Hagy békémet, hát legtöbb férfi egy idő után nem, nem is érti, mit mond a nő. Szerintem. És akkor mit tudjon adni? Magyaráz, meghallgatja, bólint. De ha kinei mondta volna, az is minden lett volna. Mert nem az emberektől kelt várni, hogy boldogát tegyenek. Mert nem képes rá. Pont, hogy nem menjek, ne folyt a bor, és akkor másik azt nincsen. Hát, van egy kicsi, a másik beleköpött, igaz, mert ment ki a mosdóba, sírt, hogy ebbe beleköptem. És akkor jön vissza, rá van hogy én is. Na, az megmaradt. Ennél több nincsen. Nincs mit adjuk. Ő tud adni, mert az Úrnál van teljes öröm. Amen. Teljes öröm a számodra! Teljes öröm! Bármilyen furcsa, de elsőre úgy hangzik, és úgy érthető az ige, hogy mintha Jézus mondja, hogy nem jött el az én órám, de tudod, hogy igazából mi volt a baj? Nem Jézusra kellett várni most sem, hanem a tanítványokra. Itt de nagyon gyakran, nagyon gyakran ilyenkor megvan engedve, hogy nevessetek. Most azért szabad bocsánat, hogyha valaki megbotánkozna, az a helyzet, mi hülyeskedünk, rögünk. Ezek vagyunk. Sajnálom, ha ez neked fáj, de mi ettől nem sokat fogunk változni valószínűleg. Az a helyzet, hogy búsoltunk eleget. Miért ne nevetnénk? Én tudok, olyan gyülekezetet, ahol bőgnek. Komolyan. Pásztor is bőg, amikor prédikál. Komolyan. És a hallgatók is sírnak. És mondják, hogy milyen jó az Úr jelenléte, mert bőgtünk. Hát az ugyanaz, csak mi nevettünk. Mi a probléma? Hát az... Tehát nem kell ebből a nagyon nagy nem kell megbotálkozni, mi nevetnek. Hát ezek ilyen nevetősök. Ennél rosszabb dolgunk ne legyen soha. Mert az Úr akarata, hogy te egy örvendező ember légy. Ez a tankolás, és amikor tankolod az autódat, és előfordul, hogy mikor teszed, mellé megy egy kicsi. És azért rögünk, érted? Ez kifolyt. De a lényeg mi, hogy hazavigyél ebből az örömből, otthon aztán nyomjad, otthon az otthonnak. Boldog az, aki az urat féli! Jó dolog dicsérni az urat! Örvendezek, énekelek, yes! Örvendezek és énekelek! Kicsit magasan kezdtem, de most így sikerül. Örvendezek, énekelek, örvendezek és énekelek, örvendezek! az itt az uram szeret, megváltotta az életemet. Többit majd ennél másko. máskor. Igen, ez az Isten akarata. Hova jutottunk emberek? Ha nevetsz a gyülibe, a botrány. A bőgsz, az nagyon jó. Hát nem furcsa. Hát nem temetésre jöttél ember. Az ő embert azt temetjük, de hát az egy ünnep. hanem eljön egy nagyon fontos pillanat, Jézus megszólal. És azt mondja, van ott hat köveder, elhelyez a zsidók tisztálkodása módja szerint, amely közölve egy, egybe két méterre fér valam. És azt mondja, szüksége van ezekre a kövedekre. Akarod, hogy boldog ember legyen, akar örvendező lenni, akkor az Úrnak szüksége van a kövededbe. A Biblia beszél arról, hogy mind élő kövek, te egy élő kő vagy. Élő kövek vagyunk. Ez a Biblia. Bor, öröm nincs akkor, ha az élő köveknél nincs változtatás. Először a köveket kellett megváltoztatni, ezt a ha hat kövedet addig nem volt bor. Mi vagyunk az akadálya az örömnek. Nem Isten, nem az emberek, nem a problémák. Akkor, amikor hallgattak Jézus szavára, és azt mondja neki Jézus, hogy ez eddig ezt a kövezeket arra használtátok, hogy belétek mossa a világ a kezét. Azt kérdezzek tőled valamit. Addig, amíg beléd mossák mások, a mocskukat soha nem lesz örömöd. Mert, mind, ké, mér, mert nem lehet addig, amíg a kövezet teli hányja a mocsok. Sárral, mocsokkal teli van. És ez az oka, amiért nincs öröm. Ne sárral törzs meg a vedvedet, Ne mások mossák beléd. Hát azt mondja az úr, nem szeretnék segíteni neked. Charlie, Charlie, charlie vagy teli? Kérdezd meg a szomszédot, Charlie, Charlie. Kicsit franciás a mondjad. A Sárlével van baj, Destin. Mert mindennyiünk porosak vagyunk. És elkezdjük egymásba mosni a kezünket. Charlie lesz belőle. Mondjuk, Urván, nincs öröm. Sárlé miatt fogy el az öröm. Mondjad a szomszédodnak, a sárlé miatt fogyott el az öröm. Sok, sárlé, sárlé, sárlé! Tanultál franciát, látszik, mi. Drága barátaim, ne a te eszközöd nem arra volt tervezve, hogy sárlé. Nem ez az elhívásod, amikor az Isten megteremted. Ha meggyárt, meggyárt, meggyártanak egy eszközt, arra ráírják, hogy mire használják, és te nem arra vagy, hogy beléd mossa a félvilág a mocskát. Nem arra való, hogy a szemetüket belenyomják. Hallottad a másik, mi? Há, miért te egy szemetesnek nézel? Nem is érdekel. Nekem szent az edényem. Hát te otthon, abba a fazékba, amiben húsleves főzöl. Hát nem abban adsz a moslékot a disznóknak. Hát miért, nem tudják abból megenni a disznók? Nem, arra való vagy, nem arra vagy teremtve. Akkor miért, Akkor miért engednéd meg, hogy bárki beléd dobja a mocskát? Ezt a szemetest azért a, leves, a, a leveses tálal nem szoktuk összecserélni. Minden egyes szemét veszélyezteti az örömödet. On. Hát ezt mondta, amikor szállt fel a repülőt Hogy hívják, milyen falu van itt? Vidrászegen, pont így indul a vizeért. Kértem, hogy az úr adja valami vidámságot nekem, már én nem voltam vidám. Mint gondolkoztam egy jó viccen, de nem jutott eszembe. De úgy néz ki, hogy az egész pedikáció. A te rendeltetésed nem sárlé. Mondjad a szomszédodnak, a te rendeltetésed, a te elhívásod, a te terved, amit Isten előtt tervezett, az nem szemét, nem sárlé, nem mocsok. Neked kell megtanulni, ha megkaptad Istentől a kövedet, hogy miért vagy tervezze, mire van használás. Nem cserélhetjük fel, nem a magamé vagyok, te se a magadé vagy, az úré vagyunk. Jó nem azt mondja neki Jézus, figyeljetek ide, változtasd meg a köveder rendeltetését, és az életed meg fog változni. Ha vagy nem tudjátok ki, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szentéleknek a temploma. Nem a magatokéi vagytok, hanem az Istenéi. Mondjad velem együtt, én a szentélek temploma vagyok. Nem láda. Akár kimondta neked, hogy láda vagy feles, de mert nem tudtad. te egy kincses láda vagy. Te egy áldott ember vagy. A szentélek temploma az nem bálvány templom, az nem akárki, ez egy kincs, egy gyöngyszem, dicsőség az Úrnak. És azt mondja az Úr, akarsz bod, örömet az életedbe? Akarod, hogy az Úr örömet bekötözön a lelkedbe? Akkor először változtasd meg a köveder rendeltetését. Ne légy az az ember, aki minden mocskot összegyűjt. Jaj, láttam éppen, hallottad, jaj. Ez meg lehet telni. De ettől az öröme elfogy az embernek, és akkor nem válik, mint más. Botrány. De amikor azt arra használjuk a testünket és az életünket, ezt a csodálatos kövedet, amire az Isten tervezte, és mire tervezte? Legyünk a Szentélek hordozói. Mondjad a szomszédodat, ha tudtad, hogy a tested a Szentéleknek a hordozója? De szent fazék. Sz szent kőveder. Tudtad, hogy te szent kőveder vagy? Arra rendelve, hogy az Úrnak az örömben legyen benne. Erre vagyunk kitalálva. És amikor vált, úgy tűnt, hogy, hogy késik a bor. Már nem értette, de egy dolgot megjegyzett. Jézusnál van a kulcs. Tudta. Az ő szájában van a kulcs. És ő azt mondja, neked ma, nekem ma, változtasd meg a kövedel rendeltetését. Törzs meg! Dávid ezt tökéletesen értette, ezért volt, hogy az ő élet egy vidám ember volt. Mert amikor a 23. Zsoltát elmondja, ő úgy fejezi be, vége felé, hogy csordultig van az én poharam. Hogy folytatja? Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. De hogy mikor? Mikor a csordultig van a poharam. És hogy telik meg a pohár? Hogy telik meg a köveder? Magától. Jézus nem tudott volna mondani, hogy köveder, teli Egy ennyi lett volna. Hanem azt mondja, ti töltsétek meg. Mondjad a szomszédodnak, te kell megtöltsd az edényedet. Az én fazekamat, az én edényemet nekem kell megtölteni. Mindennyian megtöltjük valamivel, vagy szeméttel, vagy örömmel, vagy Isten erejével, vagy a hülyeségekkel. Mindannyian eldöntjük, hogy mivel töltjük meg. De te töltsed jó dolgokkal. Feri nyugodjon, nyugodjon Ferenc, ő, ő, nyugodtan, nyugodtan jó én vagy elég ideges, fő a nyugalom. És nézzétek meg, és befejezze mindjárt. Ma most mondtam a, meg a vezet, az elején, a fiúknak a rövid leszek, és kacagták, ők azt nem hiszik. És nézzétek meg, hogy ma sikerül. Én, is, én se hittem, de nekem is sikerül. Mert a legizgalmasabb csoda most történt. Azt mondja az ige, mondja Jézus, mikor mondták, hogy megtöltöttük, színölték. Teli vagy színültük Szent ne, hogy kacagja? Nem hitte, hogy befejezem a prédikációt, de mert lehet, hogy... Most merítsetek, most merítsetek, és figyeltek a násznagynak. Miután veszed a Szent Szelemet, a Szent Szelem vétele nem olyan bonyolult. Aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyek, ennyi. Ez nem érdemre megy, hogy nem érdemek, senki nem érdemli meg. Hanem először is ki kell önteni a sárlét, ki kell mosni, és utána mondom, Uram, töltsd meg engem Szent Szellemmel. A Szent Szellem egyből kapja mennyi gps harmadik sor, negyedik szék, puf, ma be is töltött. Ennyi nem úgy kell, hogy mi mint a magas nyomású pompával zsírozott bele, de 200 atmoszféra, kicsi, kicsi férjem, fülim már folyik ki. Ne! Nyitott szívvel, szentélek olyan csodálatos. De nekünk kell feltölteni az edényünket. És amikor feltöltötte, akkor jön a következő üzenet. Most, látját, mikor kell meríteni? Mikor teli van az edényed csodálatos, majdnem azt mondtam, szentelt vízzel. De szentelt víz lényegében. Amikor a, szent, a, a, Biblia a vízről szól, akkor a Szent Szellemről beszél. Amikor teli van az edényünk, csordulték, azt mondja neked az Úr, na most meríts. Ne akkor meríts, mikor sárlé van. Ne akkor, amikor ecet van, mert akkor jobb, hogyha nem osztunk ebből. Ebből van neki a szomszédnak is elég. Mikor van a merítés ideje? Amikor csordulték van pórom az úrral. Ámen? És azt mondja, most meríts, és figyel másnak is. Ez az öröm mennyei receptje. Veled a szent erejét, betöltek ezzel jó szent szellemmel és utána elmész valakihez, akinek szüksége van egy pár bátorításra, vagy annál többre. Vegyet, és vigyetek másnak. vigyetek a násznagynak. Tudjátok, hogy, 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 hogy lesz röved? Azt mondja a Biblia, hogy aki mást üdít, maga is üdül. Ha más nem tudsz, programátoz magad egy, az öregek házához, és meg valaki szeretnék valakivel beszélni ottan. Egy kicsit vigasztalja meg, olvasok neki egyet a Bibliából. Megcsókolják a kezedet. De mondok neked valamit, tudod, mi fog történni? Hazafelé nem fogsz bírni, akkora örömöd lesz, hogy nem félsz bírni magaddal. Tudod, mi a legnagyobb probléma a sok embernél? Uram, be örömmel, de még többen, de már hogy van, híz ez a 200 kilós ember. Örömmel, örömmel, de minek akarsz, hogy vigyorogjál a tévéd előtt? Nem ezért jött Jézus. Hanem azért adja az Úr az, az, az ő borát, hogy osszuk azoknak, akiknek nincs. Ha látnátok, hogy hány ember milyen nyomorban él, milyen megaláztatott nehéz helyzetbe. Egyszer elmentem a kórházba imádkozni, valaki hívott, hogy menjek. Akkor imádkoztam, nem hogy kell, hogy hős ott, vagy... Mondom, ne zavarra, a csönd, az... figyelem, hogy teljes csendet hamar akkor terem. Akkor nem volt mit csinálni, mindenki hallotta. Nem, befejezem, és mondja mellette, hogy hát érte, nem imádkozok. Hát mondom, de hogy nem. Közben hallotta valaki, hogy a másik, másik, másik helyen van valaki a, a, egy körteremben. Nem mennék el azért is imádkozni. a barátaim, az emberek sóvárogva várják az Isten megjelenését. Nem az eceteseket, nem a sárlékot, akik mocsokkal teli szólják, hagyjad, oda a gyűlébe, ja! Hanem azokra van szükség, nagyon, de nagyon nagy, akik élő vizet adnak. Egy végigasztaló szó, de üdítsd az embereket, keres valakit, akinek erre szüksége van. Valahogy nálunk nem, nem nagy divat, pedig nagy kár az önkéntes munka. Hogy menj, keres valakit, aki bajban van. Menjen, látogass meg. Nem figyelted, hogy egy szegénynek adsz valamit, és betölt az öröm? Sokszor megfigyeltem. Még attól is figyeltem, hogy csak beengedek embereket a sorban. Most ugye dugó van sokat, úgyhogy van erre egy nagyszerű mód. Nézd meg, csak beengedsz, menjen, uram, nyugodtan. Nem azért, mert nem sietsz, mert hogy jobban sietsz, mint de akkor is beengedem. És ez hogy de jó volt. Mert aki más üdít, üdül. Ha nagy problémád van, akkor sok embert üdítsél. Iratkozz fel, menj árvaházba, kórházakba. Lehet, hogy csak anyosodat kéne felhívás, mindjárt megváltozna. Házastársadnak, adjál, üdítsed a házastársadat, utána te fogsz vigyorogni. Ne felejtsd el, fiatalunak. Vidám feleség, vidám család. Szomorú feleség, sajdát foklavalizzünk. üdítsétek, vidámítsátok, üdítsed a másikat. Ez a dolgunk. Egyszerűen keres embereket, időseket, fiatalokat, akinek tudsz egy jó szót mondani. Nem minden pénzről szól, ez nem igaz. Az, hogy egy pár jó szót szóljál, nem kerül semmibe. És lehet, hogy a második a napját teljesen megváltoztattad. Facebookoztok, hogy vagy vagy a jelvon már a Facebook is mindjárt. Üdvéljél egy-egy bátorítót valakinek, egy szép dicséretet, egy ígét. Külügyed, milyen jó, hogy látlak. Hogy vagy? Egy boldog napod legyen. más mindjárt fogja. ha mi lett ezzel ember? Hát én mindig a híreket mondom, hogy hány ember hót meg. De most nincs hótfogyatkozás. Üdítsél másokat, vigyed másnak. Addig, amíg nem viszel másnak, addig a vizet nem várj bórá amíg mások fele nem kezdünk el szolgálni, addig az öröm nem növekszik az ember életébe. Mert nem azért adja az Úr az örömet, hogy mi hízzunk az örömtől. Hó, de jól érzem magam, bezárkozok, ne, hogy elveszem. Nem, azért van, azért, és azt mondtam, most beríts, és vigyetek. Ismertek olyan embert, akinek szüksége van vidámságra, üdítésre, ismertek szomorú embereket? Legalább egyet ismersz? Ki az, aki ismer legalább egy szomorú embert? Nagyon sokan vannak emberek. Ha mi nem tesszük, jönnek egy angyal lő, de akkor nagyon meghallott, lejön egy angyal. Te vagy arra elhívva, és én vagyok. Ez a boldog és örvendező kereszténység titka. Hogy folyamatosan kereszel valakit, miután vetted a szent szellemet, és azt mondod, te, hát mondjak neked egy jó dolgot. Isten szeret téged. Bocsánat, nem akartam az hogy csak egyet mondtam. Legyen egy szép napod. Elmész a piacra, akkor ne csak az, jaj, be drág ez a murok, hát borzasztó. Ebből ezt csinálja mindenki. Te meg én szeretnék alkodozni magában, hogy felfelalkodjuk. -fel hát maga földöjött, vagy a földöjött volna kicsoda. Adjál bóra valót annak a mezőgazdasnak! Hát te mennyi pénze állnál ki a hidegbe nap, nyáron, nyolc-tíz órát? Hát bankban nincs annyi pénz, hogy ez ott állnak. És nézem, néha deszkát tesznek egy, -egy papírt maguk alá. És akkor még oda jön a keresztény, jaj, de drága, bedrága, hogy megdágult az élet. Az egész piacot a fizetésedből megvehetnéd. Hát ha megnézed, apró pénzekből rakják össze a kicsi pénzükből. Sokszor el vagyok csodálkozva, és egy szatyocs, 15 le. Hát, ember, mikor lesz ebből 1000 euró, 2000 euró? Jót tegyetek. Ti is ki a hidegbe, vagy csak az embereitek? És hogy bírjátok ember? Van, amikor az embert még így melegíti az a szeretet, meg a szerelem. Fiatal. De az urádja meg minden, mindenkit. Én csak mondtam egy példát. Nagyon sok ember van, aki a jó szótól a vid üdítésre vár. Nem olyan nagy dolog, csak mondj egy pár jó szót. De örülök, hogy láttam. És lehet, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy nem imádkozol egyet érten. Én hogy imádkoznék? És tudod, mi lesz? Úgy állsz, mint az egyszerű Meg fog gyógyulni. Hogy? Az úr jár a, a, az utcán is? Ha hogy ne járna? Nem csak a gyűlöbe tud az úr nagy dolgokat tenni. Ez az ember nem úgy kapta bort, hogy, hogy hókusz, fókusz Engedelmeskedtek, ennyi. És az igen mit mond? Menjetek, hirdessetek az evangéliumot, tegyetek. És én megyek veletek. Amen. Dicsérjük az Urat. Kérlek, álljatok fel! és szeretnék egyet imádkozni. Hányatoknak kell a sárlét lecserélni? Az a helyzet, drága barátaim. Na, lekapcsoltak majdnem. Van itt most már más mikrofon is. Drága testvéreim, az a helyzet, hogy ez az a nap, amit az Úr rendelt, hogyha úgy vagy itt, hogy csak még sárlé van a zedényedben, van egy jó hírem, ma itt az Úr meg tudja változtatni. Van itt olyan, akinek az életében teli van a hócipője és a sok fájdalommal? Emel fel a kezed bátran, mert ma azért van itt az Úr, hogy megváltoztassa a keserű édesre, a fájdalmadat elvegye és megtöltse az életedet igazi, valóságos örömmel. Mert azt mondja az ige, hogy teljes öröm van te nálad. Jó magas emelt van a kezedet, hogyha szeretnéd, hogy ez megváltozzon. Szeretném elmondani, hogy az Úr jobban akarja, azért volt az első csoda, és azt azzal fejezi az ige, hogy ezt azért tette az Úr, hogy az Ő neve megdicsőítessen. Az Isten neve dicsőítették meg, amikor boldog ember vagy. Akkor egyet imádkozunk. Jó hangosan mondjuk közösen. Menjél, atyám! Én most átadom neked fájdalmaimat, bánatomat, keserűségemet, kérlek téged, most ki az én szívemet, most meg az én lelkemet, a múltnak a sérelmeitől, fájdalmaitól, nyomorúságától, Tőzd be az én szívemet, a te élő vizeddel! Jöjj, Szent ereje, most át engem, tettőtől talpig, én pedig kész vagyok sok embernek elmondani a jó hír, az evangéliumot a Jézus nevében. Ámen, ámen! Áldjon meg titeket az úr!